Sziasztok, Zazuka vagyok. Folytatom akkor a The Walking Dead második évadát. Azt akartam mondani még az előző részben, hát és akkor ugye most folytatom és befejezem a gondolatmenetet. A legjobb lenne, hogy ugye ez egy bármilyen végigjátszás, hogyha egy kislány játszaná végig. Csak hát ugye 18 év alattiak nem játszhatnak a játékkal. Na jó, ma ne lapogasd már, meg ne tapogasd. Ott van az idióta, aki majdnem lelőtt. Ugye ő volt az. This might hurt a little. How she look? Her suturing skills need some work, but otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in, and her temperature would be through the roof. Jaj, igen. Gyösek vagytok. I wish you wouldn't have done what you did. B, nem tudom, mire gondolsz. You manipulated my daughter. I asked for her help. She's not someone you can just ask for help. Miért nem? De csak honnan tudja, hogy manipuláltam? But there are a few things you need to know about my daughter. Okay. She isn't like you. You may not get that initially, but once you're around her for a while, you'll understand. Akkor mondd el. How bad the world is. What is really like hogy ő nem tudná, hogy ő nem tudja. Cease to function. She's my little girl. She's all I have left, and I would ask that you stay away from her. I'm sorry. I didn't know. It's okay. You're forgiven. Just don't make any more mistakes. Te okoztál galibát, te nagy eszű. Basszus. Nem kell mindent a kislányra kenni, jó? Hülye orvos. Biztos csúnya az aláírásod. Kussolja. Hey, food if you're hungry. Nem vagyok ilyen. Köszönöm szépen. Hülye gyerek. Na jó, van, befejeztem az ócsáról lesz szegényeknek, jó? That's gonna leave one hell of a scar. És legalább nem kell levágni. Evés. Éreztessük vele, hogy nem beszélünk vele. You know, I get it. You're pissed that we lock you up, and I'm sorry. Gyorsan egy picit, mert mindjárt megeszik előlünk. Hey, look. I just want to say I'm sorry for being a dick. Jó, oké, nem haragszunk, mennyi nem. I got kind of aggro, and that was definitely not cool. Nick's been known to go off every once in a while. Don't hold it against him. Yeah, I guess we all have our moments. You X. Definitely had one out there. You were just protecting your friends. I get it. Well, I didn't mean to be so harsh. I just... We had a bad experience once. B. What happened? Nick lost his mom. We took care of someone who got bit. It was my fault. Hát ilyen az első évadban is volt. Fault. We thought we could control it, but we couldn't. And then she turned, and his mom was standing right there, and she got attacked. There was nothing we could do about it. Anyway, hopefully you understand. B. I do. Yeah. De nem mit lehet mondani, várjátok. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? Jó lenne a Krisztának utána nézni. Talán itt maradok. X. Nem tudom. I'm kind of on my own now. Well, you're welcome to stay here if you want. Can let yourself heal up. Krisztát kéne megkeresni, ugye. Do you think everyone else will be okay with it? És én gondolom, hogy egy kislány is itt tenne. So, what happened to your parents?
if you don't mind me asking. Jó, hát ez az őszinteségi rohamunk lesz. What happened to just about everyone's parents? You're just so young. Didn't think you could have made it on your own for so long, but maybe you did. B. They died. That's tough. I lost my folks too. Gondolom ezzel nem mondtam el nagy meglepetést. I'm sorry. I shouldn't have asked. De hogy is ne. B. Igaz, ugye először babysitterrel voltunk, de most mindegy, lényegtelen, ez is jó. And they never came back. Igen, így van. We went to Savannah to find them, but they were already dead. Gyerekek, most mondom, hazudni nem szabad. Csak kegyes hazugsággal, de azt is nagyon meg kell gondolni. Jó? Azt mondja, hogy aztán a... This man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it. But it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. He taught me how to shoot a gun. What happened to him? Jaj, na, gyerünk. Ugyanaz, ami mindenki X. The same thing that happens to everyone. But he saved me first, lots of times. Well, sounds like he was a real good guy. Lehet, hogy ő lesz a következő Link. Yeah, he was. Így, elmondtuk neki, és akkor legyen még, hogy ilyen szomorú szemeket nézünk rá. I'm out there standing watch and I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyways. Well, get your winks while you can, because we're going fishing at first light. A couple fresh brookies for dinner. Wouldn't that be nice? Megjátok, még azt is el tudom képzelni, hogy ez a csóka, amúgy még nem tudom még a neveket, bocs, ugye mondták, de hogy ez a csóka is aztán kiderül róla, hogy aztán még mindig valami gonosz. A terhes nővel biztos, hogy vigyázni kell, ezt tuti. I wouldn't get comfortable if I were you. Annyira aranyos vagy. Én csak egy kislány vagyok, B. You know what the hell you're doing. We got enough problems and we don't need any new shit. Get it? You got what you came here for. Now go. Nem vagyok benne biztos, hogy hát vagy kettős ez a nő, de nem vagyok benne biztos, hogy ugye terhes, és hogy az anyai ösztönök nem ébrednek még föl benne, és egy kislányt nem... Tehát, hogy egy kislány ő így... Tehát a kislányhoz így áll hozzá. Nem vagyok benne biztos, hogy ez annyira itt logikus. Jó, persze ne keressem logikát ebbe a hülye játékba. Mondom, még egyszer ilyen szadista trollok vannak. Once she gets going, there's no bringing her back. Mi a baja? What's her problem? Yeah, she's got a lot on her mind lately. Bringing a baby into a world like this. How far are these fish traps? It ain't much further. Anyone teach you how to shoot? By that I mean taught proper. Any idiot with a finger can shoot. My friend Lee taught me. That's good. It's important nowadays. Igaz, nem puskával. Nick was about your age. First time I took him hunting. Came across this beautiful 13-point buck just standing there on the ridgeline. The boy takes the rifle, he lines up the shot just like I taught him, and then I hear him start whining. He turns to me and he says, I can't do it. I can't shoot it, Uncle Pete. Please don't make me shoot it. Really? No way. Hey! Why didn't you wait? You want us standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. Anyway, so I grab the gun out of his hand before the big buck runs off, when bang, the gun fires. Boy nearly gut shot me. And of course, the buck gets away. What are you going and telling her this shit for? Because you almost blew her face off yesterday. Seems relevant.
trying to let her know it's nothing personal with you. Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time. I apologized already. She accepted. Okay, well, I didn't know that. X. Let's just get to the river. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your own. Apa és fia. Leaving us again. I know where the fucking river is. Nem jön tök jól egymással, ez tisztán látszik. Valamiért az az sejtésem. Later that season. Shot it right in the neck. Brought it up to my sister's figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role. Even if it means people you love hate you for it. Ja, látom, jól bejött. X. You should tell him that. Nagyon bölcsek vagyunk. Uncle Pete! Na, gyerünk! Már rég volt egy kis nyugalmas pillanat. Nick! Mit találunk? Jesus, Mary and Joseph. Na mi van? Húha. Zombik? Vagy civilek? Full of holes. Who do you think did this? Not sure yet. But it ain't your average gang of thugs, that much I know. Think about it. You're Carver, what do you do? Who's Carver? Na, gyerünk már, mondjátok el. Check those guys there. Be careful. Some of them might... De ez nem a miénk, gondolom, hanem valami más civilek, vagy más csoport tagjai. Oké, nézzük meg, hogy erre mi van. Semmi. Akarunk vele beszélni? Nem akarunk vele beszélni. Ránéz test. Az ott micsodi? Ránéz homokpad. There are more out there. Még több van. This was no rinky-dink pissing match. What was it then? Fubar. Where are you going? We need to get the fuck out of here. Gotta check the rest. What? Why? Calm down and think about it, son. Calm down? We gotta get out of here now. Jesus Christ, get a hold of yourself. What if someone's alive, Nick? Who cares? Because they might just be inclined to tell us who did this. We gotta do this now. Stay here. Keep searching these. This is a dumb idea. You know, Nick, I don't like this either. But sooner or later, you're gonna have to realize a simple truth. What, that you're an asshole? That nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you like something or not. You gotta grow up, son. Whatever. You're mad, Phil. Come on, Clem. You wanna be useful? Okay. Keep a lookout on that tree line. Whoever did this might still be out there, waiting for another sucker to stumble across this mess, just like baiting a fish. Might be more useful with a gun. I don't doubt it. At some point, you guys have to trust me. Well, I trust you, but not everyone's at that point yet. Give them time. Oh, Istenem. Look, just keep your head on straight. Hoppá. Ott, azt izé. Nyitva tartjuk a szemünket, rohadtul. Same deal. We shot to pieces. Hope this isn't anyone you know. No. Talán találkozni fogunk Krisztával is? Damn it. More on that side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. Okay. Jó. Hát most a fasoron tartjuk rajta a szemünket, vagy keresgéljünk. Döntsd már el. Hoppá. Hát ő nincs felsérülése, basszus. Okay, semmi. Kalapács van nálunk. Van itt még valami, srácok? Látok valamit, nem? Akkor nézzük meg őt. Ajaj. Hoppá. Hátizsák. Igen. Krista lesz az? Nem. Na, jó, de csinálj valamit. What happened to you? You were in the woods with Krista. The woman I was with. What happened to her?
Please, tell me. Tell me. Szomorú szemek. Mondd már el, te idióta. Nincs please. Vizet, persze. Ne egyjál vizet, mondd el, hogy mi történt a Noldé. Jó, kénytelenek leszünk neki adni vizet. X. Itassuk meg, hát most más nem tudok csinálni. Mindenféleképpen információt jó lenne belőle kiszedni. Ez az. Látod, milyen rendes vagyok? Adtam neked vizet a vizecskémből, te rohadék. Nehogy meghajít nekem. Mondd el, amit akarok. Mi ez? Pete! I'm fine! I'm fine! Just lost my footing! Látfejem, de miért? Mi lelőtte vagy mi? Vagy megharapott. Oké. Okay. Kifogytam a töltőmbe. Oké, megyek. Ide, oda. Na. Oda. Na, most ezért kellett csinálni, hogy ide jöjjek? Már megint ugye hülye választani kellett, természetesen. Ez ma szokásos. De most hogy? Ja, ott. Basszus. Miért nem a fejét? Komolyan mondom. De jó. Ez már megint egy hülye választás, hogy a fiút vagy az öreget mentsük meg. Most a örege nem tudom, hogy sebesült meg. Tehát, hogy megharapták ténylegesen a lábán. Mert... tehát, hogyha a lábán harapták meg, akkor jobb lett volna a fiát megmenteni. Vágjátok. Mert hogy akkor ő is úgy is megsérül. Na majd kiderül. Hát ez már megint egy jó kis választás volt. Mi van? Ja, hogy véget ért a első... epizód. Le fogja vágni a lábát. Na te ki vagy? Someone came here looking for you. A man. What? Did he say what his name was? We know damn well who it was. Who is he? One of the guys we were with before. What's he gonna do? I can't keep going. I figure we got about 4 or 5 more days to reach those mountains. We ain't here to rob nobody. Just relax and put the gun down, man. I thought you were dead. Most ez Krista lesz majd itt a végén, srácok? Vagy pedig Lee biztos, hogy nem lehet. Habár láttuk mi, hogy átváltozott? Ó, basszus, vissza kell néznem az első évadot, mert nem emlékszem rá. De én úgy emlékszem, hogy nem láttuk azt, hogy Lee átváltozott volna. Csak annyit, hogy elvesztette az eszméletét. És vágjátok, lehet, hogy mivel levágta a karját, ezért valamilyen szinten ugye legyőzte a láz. Na, itt kíváncsi leszek, hogy mit fog. És szerintem, srácok, így lesz vége ennek az epizódnak. Igaz, hogy még ugye 18 percnél járunk durván, de hát most teljesen felesleges akkor átmenni a következő epizódra. Évad? Epizódra. És tehát akkor itt lesz vége. Itt amúgy is átnézzük, hogy milyen döntéseim vannak. Mi volt az, ami... Aha, érdekes, hogy Nick vagy Pete. Tehát mentjük meg, és teljesen szerintem itt fele-fele arány. Viszont a többi választásom azt, ahogy nézem, hogy az a nagy többségbe tartoztam bele. És érdekes, hogy mindenki úgy gondolta... Stamp the help Krista. De miért azt, you and the players stamp the help Krista. Tehát miért, mert én pont amikor választottam, tudjátok, amikor ugye megzavartuk a Krisztának ugye, amikor megtámadták, ugye én pont azt gondoltam, hogy azzal fogok inkább segíteni Krisztán, és nem azzal, hogy elmegyek, és hogy elbújdolok. Tehát, hogy egy kicsit ugye még ott csöndben maradok, és akkor kémkedek utánuk.
Hát jó, persze a játék, ez ugye úgy van fölépítve, hogy a valóságban ugye mit csináltam volna. Természetesen vártam volna egészen addig a pillanatig, ameddig azt nem látom, hogy közbe kell lépni, de biztos, hogy nem úgy indítottam volna, hogy egyből odadobtam volna a követ. De hát ez egy játék, ugye. És, de mondom még egyszer, hogy ahhoz biztos, hogy akkor a valóságban, akkor még ott még hallgatóztam volna, körbenéztem volna, hogy találok-e valami fegyvert, vágjátok, stb., mit tudom én. És hogyha azt látom, hogy közbe kell lépni, akkor megzavarom a banditákat. Most ugye a játékban ez nem ez volt, és érdekes, hogy ugye, tehát hogy próbálod-e megmenteni Krisztát, és akkor itt azt írja, hogy te és 83% úgy gondolta, hogy nem, tehát hogy megáll, hogy segítünk Krisztán. Nem mindegy, nem tudom, hogy ez lehet, hogy akkor nem volt annyira egyértelmű a játéktól, hogy most mit akart tőlünk. Na mindegy. Nagyon sokan megöltük a kutyát. Illetve hát, bocsánat, tehát úgy volt, hogy amikor ugye nekilöktük a tüskének, akkor ugye választhattuk volna azt, hogy elmegyünk, és ott hagyjuk, és hagyjuk szenvedni a kutyát tulajdonképpen, vagy pedig ugye megöljük a kutyát. Ugye. Ez nem tudom. Az nem tudom, mit jelent az apology. Egy apology. Apology. Mit tudom én, mindegy, nem tudom az mit jelent. Tehát, hogy elfogadom-e Nicknek a mit tudom én miért, ez nem tudom, bocs. De úgy néz ki, hogy ez is a nagy többségbe beletartoztam. Illetve, igen, hogy adok-e vizet annak a haldokló embernek, annak meg nem tudom, hogy mi értelme volt most. Tehát, hogy tényleg nem értem, hogy ez most miért fontos, mint döntés. Ugye nem tudtunk belőle kihúzni semmit, csak annyi, hogy humánusak voltunk, és adtunk vizet a embernek, illetve nem is azt talán, hogy humanitárius okokból adtunk neki vizet, inkább azért, hogy ugye várulja el, hogy még amit tud. Én legalábbis ugye teljes mértékben ezért adtam neki vizet, nem azért, mert hogy most nagyon humánus lett volna. Na mindegy, és akkor ugye, akkor, igen, tehát, hogy kit mentünk meg, Nick or Pete? Hát nem vagyok benne biztos, hogy itt most tehát, hogy ésszerű volt a döntés, vágjátok, mert benne van az, igen, tehát és akkor láttuk azt is, hogy levágta a lábán, tehát valószínűleg, hogy harapás volt az a sebesülés, és hogy akkor ő volt az ésszerű döntés. Én szerintem igen, ebben az esetben nagyon ésszerűen kellett volna dönteni, és azt mondom, hogy akkor ugye a fiát mente meg, mert ő még ugye nem halt meg. Többek között szerintem azért lehetett itt úgy dönteni, hogy ugye az apát mentsük meg, mert hát, talán nem volt teljesen egyértelmű az, hogy most az milyen sérülés volt, habár így visszagondolva ugye azt kiabálta, hogy tehát, hogy megharapták, vagyis hát nem megharapták, hanem hogy ugye én gondoltam, hogy a lábfejet, mert a lábfejet mondta, és én úgy értettem még, hogy ugye rálőtt a zombira, és hogy a lábfejét egy kicsit megsértette a sörét, vagy valami. Na mindegy. Illetve ő mindenféleképpen ugye szimpatikusabb volt velünk, és lehet, hogy ez is talán így szerepet játszott a döntésemben. De semmiféleképpen sem volt észszerű szerintem. Igen. Na jó, van, menjünk tovább, srácok, és akkor nem tudom, hogy visszadob minket a menübe, és akkor innen folytatjuk majd akkor a következő epizóddal. Ezt én most elnyomom, srácok, jó? Mert nem tudom elnyomni. Jó. Sehogy nem tudom elnyomni. Srácok, gyorsan elköszönök tőletek, mert biztos, hogy a számba bele fog kiabálni a YouTube. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és folytatjuk akkor a következő epizóddal. Sziasztok!